Hello, Máté! Szia, Tamás! Szia, Rami! Szia, Tamás! Izgulsz? Mint az állat. Azért jöttetek, hogy valami mégis valami kis csecse étel, de ugyanakkor gyorsan kivitelezhető legyen, és mégis valamilyen egyedi módon. Hát hoztam neked egy szerintem egy baromi egyszerű receptet, tehát nézd meg, alig van hozzávaló. Van 500 g lisztünk, tojás fog hozzá kelleni, 3 egész tojás és 6 darab sárgája. Jó? Én választom neked a sárgáját, te pedig nyomhatod az egészet. Olívaolaj fog nekünk kelleni. 2 evőkanál. 1, 2, több nem is kell. Só, nagyon-nagyon fontos. Körülbelül egy ilyen fél és egy kávéskanálnyi nyugodtan hozzá menni, és csak így hoztam egy ilyen habkártyát, és szépen ezzel elkezdjük egy picit egyneműsíteni. Így, amíg össze nem vegyül egy picit, nyugodtan össze lehet kicsit így karistolni. Jó. És a végén egyébként átveszed a kezeddel, vagy ezzel a kis lapátkával szoktad? Igen, csinálni. Amikor már így kezd összeállni a tészta, akkor nyugodtan ki is boríthatjuk. Nagyjából pont egy ilyen kézilabda méretű golyót fogunk kapni, amit majd szépen alaposan ki kell dolgozni. Na, azt viszont... Az szerintem menni fog, azt szerint rám bízhat. Az muszáj, hogy menjen. Arra kíváncsi vagyok, hogy a Máté ezt hogy fogja prezentálni. Hát majd megkérdezem, hogy van-e otthon dagasztógépünk, mert most már fogalmam sincs. Innentől kezdve rád bíznám, jó? És egy nagy labdát konkrétan? Egy picit még itt gyúrjuk össze, és utána, miután még egy picit jobban összeállt, kirakhatjuk a deszkára. Tök jó, igazából teljes mértékben érzed ezeket a mozdulatokat. Nagymama azért mutatott fel. Így van, trükkö. Pontosan. Hogy természetesen hiába 10-15 percet fogjuk itt macerálni, nem tudjuk eléggé összekócolni a száraz és a nedves részecskéket. Úgyhogy szorosan be kell tekernünk fóliába, és legkevesebb 2 órát pihentetni a hűtőbe, de sokkal-sokkal jobb, hogyha egy éjszakát hagyjuk pihenni a hűtőbe. Ennyi igazából a gyúrt ezt a feladat. Egy mini cipó. Hűtőbe berakjuk. Oké. És hozzuk a 24 órás tésztánkat, ami már elkészült tegnap. Előre van. Szépen itt ugye kisimultak a ráncok, és majd fogod látni, hogy annak ellenére, hogy le van hűlve, ugye picit ugye belágyult, tehát ugye egy picit ugye a lisztek, a szemcsék elkezdtek bedagadni, és létrejött nekünk az az állag, amit keresünk. De az a lényeg, hogy mindig ugye vannak ezek a lisztcsomók, tehát ezt mindig ugye elsimítjuk, hogy mindig csak annyi liszt tapadjon rá, hogy amennyi kell, így van. Elvágjuk a tésztát. Fele a tiéd, fele az enyém. Annak ellenére, hogy ez egy jó 24 órát pihent ez a tészta, ettől függetlenül még mielőtt megcsináljuk belőle a kis tésztaszálainkat, picit jobban ki kell simítani mégis a száraz meg a nedves részeket, úgyhogy majd mutatom, hogy ennek mi a módja. Akkor ez most a legnagyobb fokozat, ugye? Ez most a legnagyobb fokozat, így van, 10-esen elkezdtük nyújtani. Körülbelül ilyen 3-4 lécsőbe elnyújtom a tésztát, amennyire csak lehetséges. Ugye az a lényeg igazából, hogy egyre vékonyabbra és vékonyabbra nyújtjuk a tésztát. Akkor a találmány. Nem tudjuk olyan szinten kisimítani a száraz és nedves részecskéket, úgyhogy ilyenkor még mindig egy picit figurázhatunk, tehát hogy legalább egyszer ugye egy ilyen 3-at hajtunk rajta. Ugye elkezdtünk téglalap irányba működni, megint kinyitom a tárcsákat, és így megpróbálom így össze gyógyítani. Ez miért jó? Jobban összedolgozod a tésztát? Majd meg fogod látni a különbséget, hogy egész egyszerűen, tehát ugye a kezdeti fázishoz képest, hogy milyen szinten ki fog simulni ugye maga a tészta. Na kérem, a végéből így igazából ezeket a szépeket, de nem szép részt azt ugye eltávolítjuk. Igen. És ugye körülbelül tartjuk ezt a távolságot, hogy nyugodtan el lehet kezdeni fölvágni. És ebből még egy 2-3-at csináljunk? Csináljunk egy ilyen jó hosszút. Egy jó hosszút, jó, persze. Király! Na ez szerintem azért nagyjából 2 emberes lesz, kezdjük a rövidebben. Tekerjem én, vagy? Hát teker mondjuk, igen. No, tehát ugye van egy csomó isteni finom házi tésztánk, de most ugye célszerű ezt ilyenkor ilyen kis fészeket csinálni, most ugye nagyon szigorúak akarnánk lenni és betartanánk az olasz tradíciót, akkor szigorúan kis 8 dekás kupacokat csinálni. Az egy adag. Az egy adag. Látom az iróniát, hogy az egy adag. Igen, tehát ez... Igen. A lényeg, hogy így célszerű vagy lefagyasztani, vagy a hűtőbe maximum 1-2 napig
És így teszem be a vízbe is? Így fogod berakni a vízbe, és így van. De nem kupaconként kell kifőzni, hanem 5 kupacot berakhatok a vízbe? Persze, vagy? Tehát ez rajtad áll. Ezt én most csak leadagolom neked. Aha. No, ezzel fogunk dolgozni. Viszont ezt ilyenkor célszerű lehető leghamarabb lefóliázni. Most már ne száradjon, ne szikadjon tovább. No, van egy nagy fazék vízünk, alá is kapcsoltam a tüzet. Uh-huh. Amíg ez fölfor, addig gyorsan pikpak össze tudunk mindennel készülni. Jó? Okay. Nagyon kevés hozzávaló fog kelleni. Egy kis házilag asszalt koktélparadicsom. Ezt megkóstolhatom? Nyugodt szívvel, azért van, igazából olivás kenyérre is lehet rakni. Úristen, de durvá jó íze van. 4-es könyvecskében megtalálható receptúra, ez onnan került elő. Olyan apróra vágod a szalonát, amilyenre csak lehetséges. Jó? Ilyen gép nincsen még, ami így fesz? Hát ilyen gép az még nincsen. És ugye mehet is hozzá, de egyelőre hideg serpenyőben nem kapcsolok alá. Jó, ha a családnak főzöl, lenyalhatod az ujjad, nem? Ez csak az étteremben. Én nem szoktam a DNS-emet a családomnak nagyon osztogatni, csak karácsonyi puszi formájában. Jó, oké, de... akkor nem nyalom le. A kamerák nincsenek, lenyalom. Sonkahagyma. Még finomabbra vágva talán, mint a szalonna, de ebből se kell sok. Közben az olivát, azt megmarkolhatod, és mehet bele a serpenyőbe. Hát egy ilyen jó bő csúri, tehát egy ilyen 2-3-4 evőkanál nyugodtan. Fokhagyma, nagyon-nagyon szeretjük. Hú, én is. Na megmutatom, hogy mi lenne az elvárás a Nagymenők című filmben. Valamikor sítem vágja a borotvatengével a fokhagymát? Igen. Hát ugye az lenne technológiailag a tökéletes. Hát köszi. Számít, hogy ebből az irányból és nem hosszúkásan vágod a fokhagymát? Annyira jó kérdéseid vannak, igen, mert ugye, hogy hát ugye egyrészt ez néz ki jól, meg ugye így a szakszerű, ugye benne van a kis közepe. Aha. És az így szexi, hogy ez jó. Így ilyen kis csálékarike. Okay. Nagyon-nagyon figyelek arra, hogy ezeket az összetevőket az olívaolajba csak éppen picit izzasztom, picit füröztöm inkább az olívába. Nem akarom megpiríteni, hanem csak ilyen éppen, hogy megfuttattod. Így van, egy picit így üvegesre. Közben már a vízünk az for is, tehát egy 2-3 evőkanál sót nyugodtan dobhatsz bele. Ha nem lesz sós, akkor az az én hibám. Következő feladat, parmezán sajt. Csak ide a deszkára, nyugodtan megfogod és lereszelsz belőle valamennyit. Hát egy ilyen jó bőmarékkal. Van nekünk egy teljes neutrális, tök jó paradicsomkonzervünk. Szeretjük. Annyi trükköt szoktam csinálni, hogy a szülőre rárakom. Friss bazsalikomlevél. Egy 5-6 levelet csak dobj ide, és hogy nyugodtan csak ide egy tépked ilyen nagyobb, kisebb darabkákra kézzel. Na nézd csak, ilyenkor jön az a sztori. Ugye ezt ilyenkor hozzárakom. Igen. Ezt csak egy picit visszakon, mert ugye ez ugye lehet látni, hogy elvékonyítaná és ugye magát. És ezt így visszaredukálod? Ezt így visszaredukálom. Jöhet a tészta. Te is akarsz enni? Na jó, hozzá akkor hűtőből még egy-két kupac. Na szépen mehet bele a vízbe a tészta, csak arra figyelj, picit ugye morzsold el újra. Tehát hogy szépen úgy ne egy tömbbe dob be, hanem úgy szépen így kezd el bele. És ugye ennek a friss tésztának kb. Egy 4 perc. Figyelj, most így, Tamás, jó? Aha, csak teljesen hibátlan. Okay. Ilyenkor nem kevered meg a tészta? De, ott a csipesz, és nyugodtan, szép, óvatosan lehet kevergetni. Szólj, hogyha már jó a tészta esetleg. Hát szerintem így ránézek. Jó, vegyünk egy szállapra. Igen. No, nézzük meg nature, de egyébként látom rajta, hogy teljesen jó lesz. Ú, de jó. A sósága. Ez brutál. Megvan ugye a kis alapunk. Mutatom a feladatot. Ugye szépen nem szűrjük, ugye, és ez a víz, ami csöpög. Ez a keményítős víz, ezt még mehet hozzá. Meg még adagolunk is hozzá. Aha. És voilà. Na. Következő trükki. Egy merőkanállal dobj nekem, légy szíves. Tésztafőzővíz. Igen. Hozzámegy egy kicsi. Picit fölforralom. Tüzet levettem minimálisra, le is veszem, és jöhet a sajt, és szórjad nekem. Ó, de jó. Kézzel mehet? Kézzel mehet, és ilyen szép, ne egy kupa, de bátrabban nyugodtam. És csak... Kész vagyok, Jézusom. A stáb nem kap, úgy döntöttem, bocsi, nyerjen a Máté, de én ezt beburkolom. Meghinteném egy kis csípősre, és így is megenném. Ugye? Na, bazsalikom.
Jöhet az aprított koktélparizs. Ja, értem egyébként, hogy mit akartál. Eddig is értettem, csak most látom is, hogy szinte egy... semmi nem látszik abból, amit mi ilyen alapnak szántunk, ugye hanem így parmezán, elveszik. A parmezán, meg ugye a víz egy ilyen fényes, sejmes emulziót alkot a tésztán. Picit most visszarakhatjuk, hogy ilyenkor játszunk, nem forraljuk, melegítjük, nem forraljuk, melegítjük. Tehát ugye megy a tűz, picit vissza. Na de most már végénél járunk. Jöhet a paradicsom. Így, né? Hozhatom a tányérokat? Hozhatod a tányérokat, és tárolunk is egyből. Bum. Kész. Ennyi. Ugye, fölveszel egyet, csinálsz egy ilyen kis kupacot. Öcsém. Jó. Utána majd még merünk a paradicsom kockákból, attól ne aggódj. Jó. Persze. Nyugodtan, gyere közelebb. Úgy. Szépen középre. Úgy. Látod, megy ez. Nem sikerült. Figyelj, az a szitu, hogy szerintem nagyon jól, de biztos vagyok benne, hogy te is ügyes voltál. Hát akkor megkérdezem a bírát. Tamás, ki nyert? Őszintén. Ez nem verseny. De ez az. Még nem verseny.